Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is október 14-én. A mai napon a Hold és Vénusz bolygó találkozik, ez egy úgynevezett konjunkción, és együtt hatnak. Itt szerelmi dolgokról van szó, érzelmekről, amit mi hölgyek intenzívebben érezzük, mint a férfiak. A mai napon van egy jó hatás Jupiter bolygótól, ez mutatja a lehetőségeket, gyakran szerencsét is hoz. A Hold és Vénusz bolygó is a Purvapál Guna holdházban található. Ez kihat a mai napra. Itt a múltról van szó, az emlékekről, kármikus témákról, és ezt érezzük a mai napon, mert kihat a jelenre. De befolyásolja a jövőt is. Van egy új irány, új lehetőségek. Vagy másképp látjuk a dolgokat, és ezáltal valami változik a jövőben. Ebben a holdházban Ári Ámán uralkodik az indiai mitológia szerint. Ári Ámán az egy isten az indiaiaknál, és ő utal a vendég szeretetre, külföldi kapcsolatokra, gyakran idegenekre is, vagy egy új kapcsolatra, és szerződésekre, gyakran kereskedelmi szerződésekre. Ári Ámán hat a mai napon. Lehet, hogy lesz egy meghívás, vagy van egy vendégetek, külföldi kapcsolatok, fontos szerződések. Holott Merkur bolygó ma megáll, holnaptól visszafele tekint. Így lelassulnak kicsit az események, de nem mindenütt, nem mindenkinél, mert ez jelentheti a múltat is. Jönnek az emlékek, vagy valaki visszatér a múltból, kapunk egy üzenetet, vagy egy meghívást. És a mai napon, amikor így megáll, azt érezzük, hogy megállnak az események. És ez volt a mai felvételem Mizó is október 14-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!